Köszöntöm a nézőket, friss napszemle kezdődik, már is mutatjuk a fontosabb témáinkat. A Hargita és Bákó megyét összekötő infrastruktúra feljavítását szorgalmazta a két megye vezetősége. Sikeres élménytáboron van túl a VUK Sportklub, jövő héten ismét kalandra várják a gyerekeket. Óriási meleg, rengeteg támadás és két esés, végül pedig csíkszeredai siker jellemezte a székelyföldi kerékpáros körverseny második etapját. A Hargita és Bákó megyét összekötő infrastruktúra feljavítását szorgalmazza mindkét megye vezetősége. A Hargita megyei Szépvíz és a Bákó megyei Ágas közötti 101-es községi út felújításával 50 kilométerrel rövidülne le az út Csíkszeredából Kostelek és Bákó megye irányába. Ezekről az útjavításokról és más fejlesztési tervekről tárgyaltak augusztus 9-én a két megye elöljárói. Az ágasi polgármesteri hivatalnál találkoztak Táncos Barna szenátor, Korodi Attila parlamenti képviselő, Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, Ferenc Tibor, Szépvízközség polgármestere, valamint Brasov János Szorin, Bákó megye tanácsának elnöke, és Ráca Florinel, Ágas község alpolgármestere. A 101-es községi út javítására az országos helyi fejlesztési programból igényelnének támogatást. Ez jelentősen lerövidíteni az utat Csíkszereda és Kostelek között, illetve megkönnyíteni az átjárást Hargita és Bákó megye között. Ugyancsak fontos az Úzvölgyi út feljavítása, ez is a szomszédos megyék közötti átjárást könnyíteni meg. Azt gondolom, hogy ez egy nagy lehetőség, hogy ma itt vagyunk, és főleg, hogy úgy vagyunk itt Szépvízen, hogy kocintunk egy pohár pálinkával, és megkóstoljuk a szövetkezetnek a termékeit, a csengő szövetkezetnek a sajttermékeit, és arról beszélgetünk már, hogy hogyan fogjuk megvédeni a megépülő út mentén a tájnak a szépségét, hogyan fogjuk leszabályozni a két megye a külterületen, hogy össze-vissza mindenféle a tájra káros, vagy akár a védett állatokra, a növényekre káros építkezések ne valósuljanak meg. Hisz ez már azt jelenti, hogy az erőfeszítés, amit ezelőtt 5 évvel, vagy mint egy 5 évvel elkezdtünk, hogy ezt az utat meg kell építeni Kóstelek felé, az megvalósuljon. Annak most már azt gondolom, hogy csak néhány év kell legyen a kifutás ideje, hisz bákói részről láthattuk, hogy egyértelmű a pozitív hozzáállás, és bízom benne, hogy lesz politikai erejük, hogy a bákói részen is megépítsék ezt az utat, ami számunkra az, hogy közelebb hozza a Kósteleket, Kósteleknek egy esélyt ad, de ugyanakkor esélyt ad nem csak Kóstelek számára, hanem ennek a környéknek, ennek a térségnek a fejlődésére is, hisz ezzel párhuzamosan, hogyha akár nézzük az Úzvölgyi útat, akár nézzük a Nyánc megye domok felé tartó megyei útat a hidegségen keresztül, akár nézzük az országútat, mindkettőt, úgy a gyímeseken át haladó országútnak a feljavításának a szükségességét, mind a gyilkostó felé való útnak a feljavításának a szükségességét, akkor láthatjuk, hogy ki fog alakulni itt rövidesen egy olyan csomag, amely a Románia talán legvonzóbb turisztikai, látványossági csomópontjává tudja magát kinőni. Brasov János Szorin, Bákó megye tanácsának elnöke elmondta, hogy jelentősen fejlődik a bákói repülőtér, egyre több turisztikai desztináció irányába indulnak járatok. Borboly Csaba szorgalmazta, hogy közösen nézzék meg a repülőtér elérhetőségét és a buszjáratokat, hiszen a székelyföldi utazóközönségnek egy közelebbi pont. A mai találkozásunk egy eredményes együttműködés kezdete, amelyet mindkét megye kamatoztathat a helyi adottságok minél jobb kihasználása és a térség fejlesztése érdekében. A meghatározott irányelvek illeszkednek a 2016-ban aktualizált megyei fejlesztési stratégiába. Az útjavítás biztosítja a bákói George Enescu nemzetközi repülőtér elérhetőségét, amely a térség gazdasági, szociális fejlesztéséhez járul hozzá, illetve nagyobb mértékben kiszolgálja a lakosság igényeit. Ugyancsak az infrastruktúra fejlesztése hozzájárul a térség turisztikai és gazdasági potenciáljának értékesítéséhez, valamint a turizmus népszerűsítéséhez, hazai és nemzetközi
nemzetközi szinten egyaránt, nyilatkozta Brasov János Szorin, Bákó megye tanácsának elnöke. Amint az elöljárók egyetértettek, meg kell teremteni egy turisztikai körforgást, amely hozzájárul a résztvevő térségek turisztikai célpontokként való népszerűsítéséhez, illetve gazdasági vonzata van. Egy ilyen körforgást alakítanának ki az Úzvölgye Gyímes Békás szoros között, utóbbi esetében bekapcsolva az elképzelésbe Niamc megyét is. Az elöljárók abban egyeztek meg, hogy közösen nyomást gyakorolnak az országos útügyre a gyímeseken átvezető 12 A-jelzésű országút feljavítása érdekében, amely szintén a térségek közötti közlekedést biztosítja. Táncos Barna elmondta, mindkét megyében sok a jútartó gazda, ezen a területen is lehet közös fejlesztési projekteket kivitelezni, illetve közös vásárokat szervezni. Mondhatnánk azt, hogy ma a jó példereibe bízva jöttünk el a bákói szomszédainkhoz, megmutatva nekünk azt a fejlesztést, amit a helyi önkormányzat, Széfizi önkormányzat, Harizda megye tanácsa segítségével megvalósított, és bíztatva őket arra, hogy a Kóstoli útat ők is legalább ilyen minőségben megépítsék, azért, hogy egy természeti ritkaságszámba menő vidéket, egy gyönyörű tájat meg tudjuk mutatni a turistáknak, fejleszteni tudjuk nem csak Harizda megye, hanem Bákó turizmusát is. Egy jó együttműködésnek nézünk elébe. Úgy látom, hogy nyitott mind a két fél arra, hogy közösen, közös projektekben gondolkozva fejleszték ezt a régiót, és természetesen ki lehet használni itt mindent, ami a két önkormányzat, a két megyei önkormányzatnak, a két megyének az arzenáljában benne van. A bákói reptértől kezdve a csíksomlyói búcsún át mindent, ami a térség fejlesztéséhez vezetett. A mi érdekünk, hogy közösségeinket, térségeinket összekössük és megnyissuk. Ezért fontos lépés ez a mai találkozó a Bákó megyeiekkel, mert elindult a párbeszéd, és bízom benne, hogy a tervezés, a stratégia kidolgozása során is megtaláljuk a közös hangot a partnereinkkel, mondta Korodi Attila. Itt az a lényeg, hogy a maga az aszfaltozás, tehát az útépítés az el is induljon, mert nehéz megmondani a végét, az elején fontos. Ugye, hogy a Széfizi előszeretek közötti útszakaszon nagy része megépült, és ahogy a megyei vonal része jól lenne, és az önnek fontosabb, hogy ténylegesen ebben az évben elkezdődjenek az első hivatalos dokumentációk elkészítés, aztán lassan az évek során kezdődik az építés is. Tehát tudjunk adni a kóstelekieknek összességében a gyímes völgyének, a tatros völgyének egy olyan összeköttetést, ami a mi vidékünket összekapcsolja azzal a kis szigettel, ami számunkra eddig úgy tűnt, hogy megközelíthetetlen. A székelytermék mozgalom jó lehetőség a helyi termelőknek, jó példaként ítélték meg, és érdekelté tette az elképzelés a Bákó megyeieket is. A két megye képviselete terepszemlét tartott az ágas kóstelek Szépvíz útvonalon. Diszkriminatív az új nyugdíjtörvény tervezete, nyilatkozta Bogdán Hosszú, az Alfa Kartel szakszervezeti szövetség elnöke. Bogdán Hosszú úgy látja, a módosított számítások szerint a nőknek általában 15%-kal, de a több gyerekes anyáknak legalább 30%-kal lesz alacsonyabb nyugdíjuk, mint a férfiaknak. Szerint a törvényben benne kellene legyen, hogy ezeket az éveket valamivel kompenzálják. A második negatívum, hogy a nyugdíjpont értékét teljesen leválasztják a gazdaságról és a bérekről. Emlékeztetett, jelenleg a nyugdíjpont az átlagfizetéssel és az inflációval együtt nő. A javasolt módosítások szerint azonban ez csak az inflációval fog nőni. Mindez a fekete munkát ösztönzi, mert az alkalmazottak nem fogják tudni, hogy milyen nyugdíjuk lesz a jövőben, szögezte le Bogdán Hosszú. Fake News generáció címmel tartott előadást az RMDS ügyvezető elnöke Porcsalmi Bálint a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karán megszervezett nyári egyetemen. A rendezvényen az erdélyi magyar fiatalok kihívásairól, a politika erre adott válaszáról és pozitív jövőképről beszélt. Erdélyi és magyarországi diákoknak tartott jó hangulatú interaktív előadást Porcsalmi Bálint kampányszakértő, az RMDS ügyvezető elnöke. Miért gondolják azt, hogy ez a generáció fake news generáció?
Előadásában kitért a különböző generációk médiafogyasztási szokásaira, hangsúlyozva, hogy álhírekkel mindenki szembesül, ez nem új keletű jelenség. Hozzátette, emiatt is a fiatalok számára pozitív jövőképre van szükség. Hogyha folyamatosan azt mondjuk, hogy itt rossz, ezt nem lehet megcsinálni, ez sem lehet, az sem lehet, akkor nagy valószínűséggel egy ilyen önmagát betestő profécia helyzetébe kerülünk, akkor tényleg rosszabbul fogjuk érezni magunkat. Ebben szerintem a politikának nagyon nagy a felelőssége, tehát hogy pozitív jövőképet adjon. A másik az, hogy ezt a pozitív jövőképet nagyon egyértelmű szektoriális tervekre kell levontani. Itt ma például erről is beszéltem, akár oktatás, mezőgazdaság, IT, infrastruktúra, szerintem az oktatás az egyik legfontosabb infrastruktúrán kellene legyen. Az ügyvezető elnök elmondta, sajnálatos módon az erdélyi magyar fiatalok tanulmányi eredményei elmaradnak a többségi diáktársaikétól. Emiatt az oktatásügy megreformálásának fontossága mellett az egyéni felelősséget, a kiválóságra és innovációra való törekvést említette meg kitörési pontokként. Kibocsátotta tegnap az Oktatási Minisztérium a Marosvásárhelyi Római Katolikus Iskola ideiglenes működési engedélyének odaítéléséről szóló rendeletet, tájékoztat az RMDS. A szövetség szerint ez azt jelenti, hogy az oktatási tárca jogi személyiséggel ruházta fel az intézményt, amelyben így már idén szeptembertől beindulhat a tanítás. Az RMDS előbb törvénnyel próbálta létrehozni a Marosvásárhelyi Római Katolikus Iskolát, az ellenzéki pártok alkotmányossági kifogása miatt azonban ez a kezdeményezés meghiúsult. Ezt követően fordultak a kormányhoz az ügyben. A tegnapi miniszteri rendeletet ugyanakkor egy másik rendelet előzte meg, amely a Bolyai Farkas Liceumot nevezte meg az alapítási folyamatban tutorális felügyelőintézményként. Magától fékez, jelzi, ha biztonságosan sávot válthatunk, és parkol. Egy szebeni szoftverfejlesztő cég okos tesztautója már majdnem a sofőr helyett vezet. Stábunk egy profi vezető mellett tapasztalhatta meg, az okos autó nyújtotta lehetőségeket. Hamarosan már a vezetés sem a régi. Éppen egy Renault okosautó mellett állok, amelynek a hozzávetőleges ára körülbelül 30 ezer euró. Magától fékez, sávot vált, sőt még parkolni is segít. Mindezt különböző szenzorok és rádiolokátor segítségével. Móni Róbert szoftverfejlesztő több hónapja dolgozik munkatársaival a projekten, amelynek célja egy olyan autó továbbfejlesztése, ami segít a vezetésben. Ezeket nem lehet úgymond aftermarketként megvenni, ez azt jelenti, hogy nem lehet, hogy vesz egy modult és akkor beépíted az autóba, ez csak a valamelyik autóipari cég által szabadalmaztatott autóba lehet benne, és ezeket szigorúan szabályozzák úgy Európa szerte, mint világszerte, tehát a cég az a világ minden pontjára szállít le autókat, és a helyi standardoknak kell megfeleljen ez az egész funkcionalitás. A három autó jelenleg tesztelés alatt van, ezért is mindegyiknek csomagtartójában egy adattároló egység van elhelyezve, ami lehetővé teszi, hogy a vezetés során felmerülő hibákat kijavítsák utólagos fejlesztésekkel. Három új program indul a Kastély Erdélyben projekt keretében, amely az erdélyi kastélyuk fenntarthatóságát szolgálja 2015 óta. Az Edukastély projektben 12 interaktív játék készül, amelyek segítségével a 4-12 évesek játékosan kerülhetnek közelebb az erdélyi kastélyuk történetéhez. A szeptemberben megrendezendő harmadik kastélyformula táborban a marosvécsi kemény kastély fenntartható fejlesztéséről, hasznosíthatóságáról gondolkoznak együtt különböző szakterületek szakértői. A Kastély Erdélyben History is Our Story pedig egy interaktív webdokumentumfilm elkészítését tűzte ki célul három kastély bemutatásával. Élménytábort szervezett az elmúlt héten a VUK Sportklub. A résztvevő gyerekek minden nap más-más sportágat próbálhattak ki, igazi kaland volt számukra az öt nap. Jövő héten újabb tábor kezdődik. Tornáztak, gyalogoltak, kosaraztak, boxoltak, úsztak, fociztak, és még kalandparkban is voltak azok a gyerekek, akik a múlt héten részt vettek a VUK Sportklub élménytáborában. Igen sikeres volt az ötnapos tábor. Különböző programokkal vártuk őket, minden nap más sportágat próbálhattak ki játékosan,
és nyilván ugye a tábornak ezáltal az a célja, hogy megszerettesse a gyerekekkel a mozgást, a sportolást, ne az elektronikai kütyük előtt töltsék a nyarat, hanem hasznosan, sportolva, mozogva. Mi 20 helyet hirdettünk meg, úgymond, a létszámot muszáj volt megnöveljük a hatalmas érdeklődésre való tekintettel, így 25 gyerekkel kezdtük el a tábort. Ezért is szervezzük a másodikat, mert nagy volt az igény, és hát mindenkinek szeretnénk eleget tenni ezáltal, és nekünk is egy nagy öröm, hogy ennyi gyerek szeret mozogni. Gondoltuk, hogy szeretni fogják, de meglepő módon nagyon-nagyon élvezték. Nekünk is egy kikapcsolódás volt a hét, nagyon-nagyon jól telt, és reméljük, hogy a jövő heti is hasonlóképpen fog lezajlani. Blénesi Eszter és Miklós Attila edzők vezetésével újabb tábor kezdődik jövő héten 8-12 éves fiúknak és lányoknak, akik készen állnak a kihívásra. Jövő héten ugyanígy 5 napos táborunk van, tehát reggel 9 órától délután 2-ig lesznek velünk a gyerekek. Ugyancsak 20 helyet hirdettünk meg, ami szintén betelt, de még 4-5 gyereket jó indulattal be tudunk fogadni. Hasonló programok lesznek, készülünk újdonságokkal is, ez meglepetés, úgyhogy nem áruljuk el. A tábor létrejöttében fontos szerep jutott több személynek is, nekik mondtak köszönetet a szervezők. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Gyergyői Sportiskolának, akik szolgáltatták az ideális helyszínt. Köszönet Jánosi Bélának, hogy pozitívan áll hozzá az ilyen és ehhez hasonló rendezvényekhez. Ugyanakkor köszönjük szépen Huszár Árpádnak, a Godakó Ökölvívó Akadémiától, hogy az első meghívásra rögtön jött, és tartalmas programokat kínált a gyerekeknek. Ugyanakkor a 4-es kilométernél levő kalandparkkal is nagyon jó az együttműködésünk. Ajánlom mindenkinek, hiszen itt van a közelünkben, és nagyon-nagyon szeretik a gyerekek is. A mozgás fontosságára hívja fel a figyelmet a VUK sportklub tábora, és úgy tűnik sikerrel, hiszen táboraikat nagy érdeklődés övezi. A tábornak vége váljon. Egészségetekre! Szombaton és vasárnap zajlik az idei foci ünnep. A 2009-es korosztály mérkőzéseivel kezdődik a program szombaton, majd az öreg fiúk is felhúzzák a stoplist és nosztalgia fociznak 10:30-tól. Este pedig a klub vezetősége is pályára áll a felnőtt csapattal szemben. Vasárnap a 2004-2005-ös korosztály játszik nemzetközi tornát a pályán. Ezúttal is büfé, tombola és jó hangulat várja a kilátogatókat, és természetesen két napon át a labdarúgásról szól majd minden a Gyergyói stadionban. Óriási meleg, rengeteg támadás és két esés, végül pedig csíkszeredai siker, nagyjából így lehetne összefoglalni a 12. Székelyföld kerékpáros körverseny második szakaszát, amelyet tegnap tartottak. A mezőny Sepsiszentgyörgyről indult délelőtt 11 órakor, Gyergyószentmiklóson is áthaladt. Alig 10 kilométer megtétele után eséssel fejeződött be egy támadás. A moldáv Nikolaje Bumbu és a steauás Viktor Kozmin Marin összeakadt. Utóbbit a mentősök a csíkszeredai kórházba szállították, viszont a moldáv is feladni kényszerült. Kovászna és Hargita megye határánál voltak újabb támadások, de ezeket semlegesítette a mezőny. Viszont Tusnádfürdőn Kis Gergelynek és Szarka Gergelynek sikerült megszöknie, előnyük pedig egyre nőtt a bojjal szemben. Csíkszeredában Kis nyerte a sprintet Szarka előtt, a két magyarnak ekkor már 3,5 perc volt az előnye a mezőnnyel szemben, amit sikerült 4,5 perc környékére feltornászniuk. Tekerőpatakon újabb kerekes bukott, a moldáv válogatott versenyzőjét a Gyergyószentmiklósi kórházba szállították a mentősök, ahol kivizsgálták és sebeit ellátták, majd este újra csatlakozott csapatához, de számára is véget ért a verseny. Szarka megnyerte a Gyergyószentmiklósi sprintet Kis előtt, harmadikként Göncei Gergő ért át a városon. Gyergyóalfalu határában újabb támadás volt a bojban, de ezt semlegesítette a mezőny, majd Gyergyócsomafalmán hárman lódultak a szökevények után, és hamar utol is érték őket. Innentől az élboly előnye újra növekedni kezdett.
Végül Prevár haladt át elsőként a célvonalon Tanovicsi előtt. Kis a harmadik, míg Brataschuk a negyedik helyen ért célba a győztessel azonos idővel. Nézzük még egyszer röviden a fontosabb témáinkat. A Hargita és Bákó megyét összekötő infrastruktúra feljavítását szorgalmazta a két megye vezetősége. Sikeres élménytáboron van túl a VUK Sportklub, jövő héten ismét kalandra várják a gyerekeket. Óriási meleg, rengeteg támadás és két esés, végül pedig csíkszeredai siker jellemezte a székelyföldi kerékpáros körverseny második etapját. Eddig a hírek, ma köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!